Nagyon boldog vagyok eleve, egy nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és maximáltan az én életem az a természet közelségében zajlik, ugyanis hát én egy kis birtokon élek, Urkuton, a Bakony szívében, és aranykalászos gazdaként, de is vadászmesterként azért én benne vagyok abban, hogy a vadnak elkészítjük a vad földeket, művelünk, és hát ugyanúgy megtermeljük a 160 házi állatunknak is a terményt, úgyhogy nekem ez egy mindennapjaimnak a része, a család egy teljes szimbiózisban élünk a természettel. Azt tapasztalom, hogy az embereknek nincsen belelátása ebbe a szakterületbe. Például saját magam példáját bemutatva, ugye nemrégen jelent meg a sikerkönyvem Diana nyerekben, amiben az utolsó fejezetet, a jövő nemzedékének tanítása címet kapta, ugyanígy és ugyanebből a megfontolásból, hogy egy kicsit közelebb vigyem az emberekhez ezt a fajta szemléletet, a természetközeliséget, az ételeknek, a vadételeknek például, hogy a hasznosságát és fontosságát, de ugyanígy nagyon fontos számomra, hogy az agrár területet is jobban megismerjem. Mert egy mottommá vált, hogy egy minél fiatalabb korban meg kell ismertetni a gyerekeket a természetközeli életmóddal. És ezzel egyben nem csak a vadászattal, hanem akár a mezőgazdasággal, az állattenyésztéssel, saját magunk is húsmarhákat tenyésztünk. Tehát tudom, hogy milyen fontos az, és imádják a gyerekek, mikor én lóháton terelem egyik legelőről a másikra a húsmarhákat, hogy minél közelebb és minél fiatalabb korban ismertessük meg a jövő nemzedékét, de ugyanúgy azokat az embereket is, akik nincsenek ezzel nap mint nap kapcsolatban.